újabban azzal kerül be mindig a hírekbe, hogy egyre fiatalabb és fiatalabb barátnőkkel jelenik meg különböző helyeken. Ez a te témád! Igen, a magyar Leonardo DiCaprio. Ez az én témám. Egy családban egy bohóc elég. Én nem azért nem posztolok vele közös képet, mert nekem gondom van a férjemmel, vagy hogy a rossz csont, akkor nem. Bocs, András, nem. Érde, bocsi, ez az én oldalam. Nem vagytok rajta az ország legbefolyásosabb influencerek között. Mondjuk az engem nem zavar. Nem zavar? Nem azért. Nyáján éltünk már meg nagyon nehéz pillanatokat, amikor nem tudtad, hogy merre van az előre, meg hogy boldog voltál egy szituációban, és utána az mégsem folytatódott. Sok közzétett tartalomért egyébként kimagaslóan, az átlagbérekhez képest kimagaslóan nagy összeget kapsz. Annak ez az árnyoldala. Tehát olyan nincs, hogy valamiből csak a jót veszed ki, és ja Istenem, akkor megkérem a sajtó kedves munkatársait, hogy ezzel ne hívjanak. Hát én de ezeket... azért sokan kérik meg. De... Én is nagyon szomorú vagyok. De erre teljesen. Sziasztok, kedves Blik nézők! Ez itt a Címlap Story következő adása, és hát nem is szeretném húzni az időt, Köllő Babát, Szabó András, Csuti! Jó reggel, sziasztok! Micsoda csapat! Ezt szeretem, jönnek velem a ennyi. Vendégek, tapsolunk mindent, te meg magadnak itt tücsöröksz egyedül. Téged is megtapsolok! Hogy volt? Magyar László, igen. Vissza! Tudjátok, hogy én ezt évekig csináltam a Viki is, hogy mikor tapsoljon a közönség, és akkor ezt a mai napig nagyon jól tudom csinálni. Kezdjétek el tapsolni? Na én rossz csont vagyok. De ez a lecsengős, nem? Ez a lecsengő tapsot kérjük. Van az azonnal vége is? Tudod, ez a fajta, amikor adjátok már abban semmi értelmezőznek. Hogy vagytok, gyerekek? Szépek vagytok, főleg hát Csuti. Jaj, dehogy is, hát a lányok a legszámban. Én mondtam, hogy ma extra vagy, látom. Én szóltam, hogy ma extra vagy. Tudtam, hogy hova jövök, itt lesz. Babett mindig gyönyörű, de hogy nálad ez a fekete... Nála én nem. Nem, hát neked te csak az elegancia ezzel is több milliós aranyórával jól köszönöm, nézel. Ne ezt már elsütöttétek egyszer ebben a műsorban. Ez egy ilyen kis szolid, kellemes. A TV2-es repülőtéri műsorod hasít. Milyen ez a műsorvezetői szerep, egy kicsit erről beszélgessünk. Újdonság volt. Ugye én ezzel a stábban forgattam már a szépítőket, de azért az egy... Ehhez képest jóval egyszerűbb meló volt. Szöveget kellett tanulni, fel kellett készülni, minden azért úgy volt, ahogy a reptér mondta, azoknak a szavaknak mindig benne kellett lennie. Reakciók voltak, reagálni kellett. A kargózóna, a csomagméretek, a kilók, a beléptetés, a utasváróban kihelyezett monitorokon a látható betűk alapján meghatározott kapukhoz érkezés előtte, mikor, percek. Hihetetlen érdekes, nem csak nekünk, akik egyébként benne voltak a műsorban, hanem a visszajelzések alapján a nézőknek is. Hiszen azért olyan területeket is lehetett látni, amit egyébként egy ilyen klasszik utasként nem lehet, de hát erről Babett is tud mesélni. Na, nagyon jó volt. Nekem az volt megdöbbentő, hogy amikor kimentünk ugye a podgyász feladásra, kimész, visszamész, hogy nekünk egy teljesen más rajton kellett közlekedni, ahol a személyzet is közlekedik, szerintem arról nincsen felvétel, és hogy mindenkit kifelé és visszafelé is ellenőriztek. Tehát olyan szintű ellenőrzés van, már amikor a személyzeti részen is, hogy számomra az megdöbbentő, és ez nagyon pozitív, hát nagyon jó érzés, inkább megnyugtató, igen. Abszolút, abszolút, jó volt. Akkor kezdjük is el a hét híreit, és sajnos amiről a legtöbbet írtunk, és a legnagyobb számban olvasták a blik.hu-n, az egy nagyon szomorú eset, ugye a Törökországban történt földrengés, ugye a hét elején történt Szíriában és Törökországban, amikor megírtuk, akkor még úgy írtuk, hogy 8500 felett a törökországi halálos áldozatok száma, most pedig ugye már 20000 fölött van, hogy ez egészen borzalmas, amikor egy ilyen hírrel szembesül az ember. Ti mennyire vagytok ilyenkor érzékenyek, amikor valami hasonló témával találkoztok? Hát nyilván nagyon, tehát hogy pont egy nap néztem este a videókat még, amik így kijönnek, és most megdöbbentő, tehát hogy nyilván az ember lát jó kis amerikai muzikát, ahol mondjuk ilyen katasztrófa helyzetről ez, de hogy
élesbe ezt látni, hogy ez tényleg megtörtént, az borzasztó. Ráadásul nekem azért is, ha nagyon félelmem ez a földrengés, én egyébként éltem át földrengést, amikor kint voltam Los Angelesbe anyunál, hogy ugye Los Angelesbe él édesanyám meg a családom egy jó része, és ott 100 évente van egy nagyon-nagyon nagy földrengés, és eltelt most már 100 év, tehát hogy ott azért most már várnak arra, hogy előbb-utóbb valami történni fog, és nem mondom, nekem ez egy hatalmas félelem, és amit ott átélnek nyilván szegények, az meg igazi borzam, de képzeljétek el, hogy egy ebédem voltunk, nem, vacsorán voltunk barátainknál, és szerintem az epicentrumtól egy olyan 40 kilométerre lehettünk, és olyan érzés volt, hogy hangja volt. Elkezdett morajlani a föld alattunk, mozgott, és olyan volt, mint amikor közvetlen a metró megy el alatta. Tehát volt egy ilyen mély hangja. Egy belső rengés. És egy mély hang, tehát kísérte egy hang, tehát hogy egészen elképesztően félelmetes, és képzeld el, hogy mit élhetnek át ott, akiknek a hozzá, meg egy bele sem ennek gondolni, azok a videófelvételek, a sikoltozások, borzasztó. Vannak kint magyar mentősök, és egyébként kiutaztak, és pont most a napokban megmentettek egy kis gyermeket, felhoztak a romok alól, és ott nyilatkozott például az mentős, ő maga is elsírta magát, nem is tudott egyébként megszólalni. Szerintem ez teljesen normális. Nem is tudom, hogy most már minek kellene történnie ahhoz, hogy valahogy a technika eljusson oda is, hogy földrengés biztos lakóépületeket hozzanak létre. Én ilyenkor egyébként nyilván a kezdeti sok, meg a megdöbbenés után mindig elkezdem nézni, meg kutatni azokat az információkat, meg lehetőségeket, amik mondjuk majd lehetővé teszik, hogy mondjuk, ha egy ilyen erős földrengés történik valahol a világban, akkor mondjuk ne történjen ennyi halálos áldozat, vagy ne legyen automatikus következménye, hogy ennyi embernek meg kell halnia. És láttam egy olyan cikket, ahol például két lakótömböt modelleztek, az egyik már természetesen talán Japánban, vagy hol van egy vagy hasonló épület, vagy épülettömbök, ahol úgy van megcsinálva az alap, hogy van benne kilengés. Nem tudom pontosan, mert nem értettem annyira, hogy mit meg hogy, de hogy mutatták, hogy mind a kettő rezeg, az egyik az egyébként összedől, a másiknak az alapja, egy vízszint van a tetején, lényegében ki sem leng. Aha. Tehát, hogy valahogy el kéne jutni oda, hogy biztonságban tudjunk élni. Igen, az új épületek azok már ilyen szempontból védettek, tehát már úgy építkeznek, ezt lehet tudni, csak ugye itt a régiekkel van a baj, illetve ugye a magas épületekkel. Hát igen, amik ugye összedőlnek, egészen döbbenetes. Én nem is tudom például szülőként végignézni azokat a videókat, amiket sajnos ilyen egyet-kettőt láttam. Nekem azt utána be kell zárni, ráadásul egy nagyon jó haverom az most igazolt ki pont Törökországba. Focizni? Igen, a Gróf Dávid. Úgyhogy jó. Volt is egy focista, akit sajnos elmondt. Volt egy gálai válogatott, azt hiszem, hogy 50 valószínűleg gálai válogatott. Nyilván ember, tehát hogy nincs különbségek között. De hogy le a kalappal szerintem itt is minden nyug nevében mondhatom, meg minden magyar ember nevében mondhatom, hogy azok az emberek, akik a saját életüket áldozzák azért, hogy ők pikpak elindulnak és embereket mentenek, és csak a híradásokból értesülve, meg rádiós anyagokból értesülve, hogy ő konkrétan napi egy-két étkezéssel hidegben, köveken feküdve emelnek, tartanak, eltolnak, kivesznek, kimásznak az emberek, hősök. A kutyák, tehát hogy ha már ennyit sokat tapsoltunk az akkor elején, akkor le a kalappal mindenki előtt, aki ott van és segít. Egyébként ez egy nagyon milyen érdekes felvetés, hogy gyakorlatilag szinte mindent, vagy nagyon sok mindent azt gondolunk, hogy uralunk már a Földön, és mégis egy szeizmológus, hogy nem tudják megmondani, hogy milyen rengés jön, amikor már próbálnak ugye a cunami ellen is, tehát hogy mindig valami hatalmas tragédia történik, és utána kezdünk el nyilvánvalóan a cunamival kapcsolatban is ez volt, hogy akkor jelzők ugye az óceán, de hogy nyilván ezzel meg nem lehet mit kezdeni, tehát ha egyszer jön, akkor ennek jönnie kell. Reméljük, hogy borzasztó. Most több száz évig nem lesz hasonló ezen a környéken. Nagyon reméljük. És azért ilyenkor én elgondolkozom egy kicsit egoista módon azon, hogy milyen jó, hogy mi nem egy törésvonalon élünk. Tehát azért ez lehet, hogy nem Magyarország a legjobb minden szempontból, de az, hogy nincs hurikán, nincsenek földrengések, azért ilyenkor az ember egy kicsit megnyugszik. Védettebb, igen. Igen. Lekapogom én is, igen. Evezzünk vidámabb témák felé. Leonardo DiCaprio. Szerintem ő újabban azzal kerül be mindig a hírekbe, hogy egyre fiatalabb és fiatalabb barátnőkkel jelenik meg különböző helyeken. Ez a te témád!
Igen, a magyar Leonardo DiCaprio. Ez az én témám. Ezúttal túl messzire ment, 10 éves modell csavarhatta el a fejét, mármint, hogy nem Csutinak, hanem DiCaprionak. 25 év alatti nőkkel szokott ugye mutatkozni különböző helyeken, most viszont egy 19 éves Eden Polanyi nevű hölgyel jelent meg. Szép a csaj egyébként, nagyon és nem 19-nek tűnik. Egyébként nem 19-nek tűnik, a DiCaprio pedig nem 49-nek tűnik. Úgyhogy... Tehát is ez egy időség. Figyelj, erre nincsen szerintem jó recept amúgy. Hát elmondhatjuk, hogy nálatok idősebb a párod. Igen, de hogy, és nincs is rá jó recept. Tehát, hogyha egy velem egy időssel jövök össze, sem garancia, hogy akkor ez holtomiglan, holtodiglan. Erre nincsen jó recept. Tényleg nincsen. Tehát szerintem még keresi a párját. Hát az meg, hogy top modellek közt. Elég nagy erőt kell csinálja. Sokan lennének az ő helyében szerintem. Hát meg sokan lennének a 19 éves lány helyében, és hát a DiCaprio viszi ide-oda meg a moda, úgyhogy szerintem mind a két fél szerencsésnek mondható. De hogy, hát figyelj, nagyon nehéz azért ezekről szerintem úgy csámcsogni, hogy egyébként gőzünk nincs arra, hogy a DiCaprio mit keres. Hát ő maga se tudja, hiszen elég széles skálán mozog. Tehát, hogy abszolút egyetértek Babettel, tehát, hogy mitől lenne garancia, hogy 5 év plusz-minusz, akkor jól választottam. Nem is a korra van a baj, szerintem azzal van a baj, hogy kb. Fél évente hallunk egy szerintem ilyen hírt róla, nem? Szerintem nincs baj ezzel, és szerintem azért hallunk róla, mert valahogy úgy Magyarországon is azért valljuk meg őszintén, hogy nagyon nehezen tudsz úgy mondjuk, próbálok finoman fogalmazni, nagyon nehezen tudsz egyébként mondjuk Budapesten is itthon úgy elmenni valahova, hogy közben egyébként ebből utána valamilyen véletlen fotó eredményeképpen már ne szerelemről írnának az újságok. Mire gondolsz? Se abszolút rátok például. Név nélkül Csuti? Blik. Jó, Csuti és Blik. Tehát most gondoljuk el ezt nagyban. Tehát, hogy amikor a DiCaprio egyébként elmegy valahova. Tehát, hogy lehet, hogy ez egyébként egy valami egészen más, mint amiről egyébként cikkeznek. Mint az előző, az összes többi. Igen. Most nagyon csókolóztak, de az végül is bármi lehetett. Gyerekek, hát most csókolóznak, uramisten. Hát most, tehát én ezt nem mondanám egyébként annyira nagy problémának. És miért ne ismerkedne, ha olyan fázisban van, hogy ismerkedni lehet? De egyébként, 19-19. Meg valahol el kell induljon egy kapcsolat, nyilván az első, a nulladik napnál indul egy kapcsolat, és egyébként veled kapcsolatban is, amikor így olvasom mondjuk a kommenteket, tehát úgy jön le, mintha te akarnád, hogy írjanak erről, nem akarja, hát ő szeretne, tehát hogy mindig jön egy, hogy nagy szerelem. Nem akarod? De várjál, hogyha nem úgy mennél bele egy kapcsolatba, várjatok, hogyha nem úgy mennél bele egy kapcsolatba, hogy ez most igazán jó lesz, akkor semmit nem ér az egész. És az meg, hogy igazán jó lesz-e, az menet közben derül ki. De például az ő esetében is nagyon nehéz, mert hogy igazából megjelennek cikkek, írnak róla, nem ők írja, hogy írják meg, és nagyon nehéz eljutni addig a pontig, hogy kiderüljön, ez tényleg működik, és ő nyilvánosságra akarná elhozni ezt az egészet, mert még jóval előbb megírják, és ha vége van, akkor megnek, hogy na, hát aztán ez a celeb szerelem. Nem. Értitek, amit szeretnék mondani? Abszolút értem, csak a Csuti esetében az én véleményem szerint már egy lerágott csontavállásod, úgyhogy erről már nem is akarok veled semmit mondani, de azóta van ennyire terítéken a magánéleted, mert az viszont mindenkit érdekel, hogy egy ennyire padlóból hogy lehet felállni. Szerintem ez a része, tudod, ahogy fölépülsz, és mondjuk esetleg látni csinosabbnál csinosabb hölgyeket körülötted, voltak ismertek is, meg civilek is, persze, hogy érdekel az embereket, tehát én is nézem, olvasom, szoktalak az Instán pörgetni, nem mondom, merre lehet a Csuti, rámegy. Alapvetően szerintem, igen? És nagyon ráérek. Ja, nem. Hát itt nem dolgozik gyakran, úgyhogy... Ezt te tudod megmondani, hogy... De mostanában nem dolgozik gyakran, hogy eleve. Eleve, de lehet engedem. Beugrik ezekre az anyagokra. Persze, jön egyet. Ma láttam, hogy te vagy a vendég, nem mondom. Jön kettő, gyalázni. Itt voltál, itt voltál. Két gyalázás, aztán megy. Három kérdés ide beleírva, gyorsan felteszem. Azért vettük fel, mert ő teszi fel a ciki kérdéseket. Parancsolj. De hogy tényleg, hogy a válaszjogát azért megadom, szóval, hogy azóta azért nagyon nagy figyelmet kap a magánéleted. És sokszor gondolom ez azért zavaró is lehet, amit elmondasz, hogy elmész valahova, és azt hiszik, hogy már együtt vagy valakivel. Gondolom én. Tehát, hogy ez most extra azért valljuk be. Ugye, mielőtt válaszolsz, erről írtunk is természetesen, ugye Blik, Csuti és barátnője komolyra fordult, most már fix. Na. Ez volt a mi kis cikkünk, amit adtunk. Mi van most ezzel? Hogy érint ez téged most viccen kívül? Nézd, én mindig erre azt mondom, hogy nincsen ingyen ebéd. Tehát azzal, hogy az ember vállal egy közösségi, vagy a közösségi médiában egyfajta jelenlétet, és nagyon sok mindent kap ingyen, nagyon sok közzétett tartalomért
egyébként kimagaslóan az átlagbérekhez képest kimagaslóan nagy összeget kapsz, annak ez az árnyoldala. Tehát olyan nincs, hogy valamiből csak a jót veszed ki, és ja Istenem, akkor megkérem a sajtó kedves munkatársait, hogy ezzel ne hívjanak. Hát én ezeket... De azért sokan kérik meg. De igen, de hogy egyébként valljuk meg őszintén, mi a realitása? Tehát amikor minden pörög, akkor hívjatok. Hát de hányan meg... írják, hogy egyébként gondban, és megkérem a sajtó képviselőt, hogy hát ne keresenek. Hát úgy is hívni fognak. Én ezt nem értem soha. Én sem értem soha. De azt sem értem, hogy a kép felhasználása tilos. Kiteszed egy 500 ezeres követői bázisra, megnézi 500 ezer ember, majd a kép felhasználása. Én ezt ne esküszöm, magyarázzátok már el. Nálam hogy... nincs nálam... például egyik sem. Nyilván gyerekeket jó, viszont nem neked lehet. Van egy nagyon rámenős menedzsered, aki meg széttör minket, ha olyat írunk, amit nem szeretnél. Itt ül mögöttem kamerán kívül, hogy jól kérdezzetek. És látnád, hogy egy gépfegyvert fog ránk. Igen, kettőt. Senki nem jött ide menedzserre, pedig voltak itt egy páram. Még az elején nem tudták, hogy mire készülhetnek azok, akiket meghívtak. Mi már láttunk jó pár mindent, ezért itt ül mögöttem. Én csak azért nem jöttem az, mert nekem nincs. Megvéd téged is, ez oldal, hogy téged is védjen meg. Úgyhogy szerintem ezzel alapvetően nincs gond. Már a szavakkal, meg a clickbait alapú tartalomgyártása szerintem már van gond, de itt is mindig elmondom, hogy egyébként az olvasó tudná ezt végérvényesen megszüntetni. Mert ha nem kattint rá, akkor nem fogtok olyanokat írni, ami kattintás generál. Igen, csak a másik oldal meg az, hogyha tényleg egy címbe kicsit úgy fogalmazzuk meg, tehát nem, a tényeket ugye nem szoktuk változtatni, kicsit úgy fogalmazzuk meg, hogy izgibb legyen, viszont nektek is az az érdeketek, hogy azt a tartalmat, amit át akartok adni, sokan olvassák el. És hogyha meg adunk neki egy olyan címet, hogy Dominikára utazik barátnővel, mondjuk ez egy jó cím lenne, erről majd kérdezünk, akkor lehet, hogy annyian nem olvassák el. Tehát, hogy mindenki szerintem alapvetően nem is ezekkel van a gond, hanem amikor még van egy ismerkedési fázisban, mondjuk még szó sincs szerelemről, mert miért lenne szó szerelemről, de egyébként te egy picit már ezt belebegteted, hogy igen, van valakim, szoktam vele találkozni, hogy mondjuk ne legyen az, hogy ülök egy asztalnál egy nővel és lefotóznak, mint ahogy például évelején számtalan ilyen volt, és egy alkoholos márkának volt a marketing menedzsere. És nekem például, reagálnom kellett rá, most nézzek is ki Dórira, hogy ugye emlékszel, reagálnom kellett rá, mert különben lehozták volna az újságok, hogy ő lehet Csuti új szerelme. Közben a marketingese volt. Ha egy gondolatot sem mondasz erre, hogy igen, meg van valakit, akkor meg magyarázkodnod kell, hogy ki ül veled szemben, ki ő, lesi fotó, meg minden egyéb. Ezért egy picit belebegteted, igen, van valaki, ismerkedem, és amikor ebből lejön, hogy újra szerelmes Csuti, az nem igaz. Akkor még. Jó, akkor az a kérdésem, hogy hol a határ? Hol a határ? Tehát, nem hogy tudjuk. Neked például hol van a határ? Mert mondjuk, ez egyébként kérdezem, hogy ez már fixe? Vagy 26 már? Jobb vagy, mint DiCaprio, hülye vagy. Igen, egy túlkoros hölgyel, hogy most ez fix már. Figyelj, a határ az ott van, amikor sajtóhelyreigazítást kell kérni. Uh-huh. Tehát szerintem azon a berken belül azért egészen jól el lehet evickélni, és igen, ezt annak az embernek ugyanúgy vállalni kell, aki egyébként mondjuk több százezer forintot kap esetlegesen egy-egy posztért, vagy egy-egy sztorért, vagy mondjuk műsorokban való szereplésért. Ez ugyanúgy vele jár. Mondjuk nekem az a gondom, az előbb mondtad, hogy mindenkinek jó, ha írnak róla. Igen, csak mondjuk veletek mindig egyeztetett cikkek uh-huh. vannak, de a cikkek, azt tudni kell, 90%-a úgy jön le, hogy meg se kérdeznek. Persze. Ezzel van a gond, nem azzal, amikor igen. írunk egy cikket, egyeztetjük, lemegy, stb., hanem amiről meg se kérdeznek. Azzal van a gond. Na menjünk tovább. Nagy dobásra készül Curtis, ezzel vág vissza Majkának, írtuk meg ezt a nagyon olvasott cikket a blik.hu-n. Arról van szó, hogy 2023-ban Curtis elindítja a Curtis Live formációját, és hogy ilyenekről is írt a kommentelők, ami drága kommentelőink, hogy biztos ez azért van, mert hogy régen Majkával nem jöttek jól, meg hogy őt zavarta az, hogy Curtis kicsit el volt nyomva sokak szerint a Majkával való közös munkában. Hogy ennek köszönhető szerintetek az, hogy ők most teljesen szétváltak, vagy pedig a drog az, ami tényleg szétválasztotta őket? Nyilván vannak dolgok, amiket szerintem sose tudunk meg, tehát hogy van, és lehet, hogy jó is így, hogy nem tudjuk. Én egyébként azt gondolom, hogy mind a két csávó rohadtul tehetséges, hozzám mind a kettő egyébként közel is állt, tehát hogy jó, a Petit régebb óta ismerem, meg régebb óta tudom barátomnak, de hogy mindkettő csávó nagyon-nagyon tehetséges, úgyhogy én azt kívánom, hogy mindig úgy együtt kezeltük őket, és mindenki azt mondta, hogy együtt sokkal jobbak, én tényleg azt kívánom, hogy mindegyik találja meg a számítását,
legyen mindkettő nagyon sikeres, hogy ki kinek akar és mit bizonyítani, azt nem tudom. Nem is akarok ebbe belemenni, ez most teljes inkább. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném elérni a figyelmet a képre. Tehát, hogy körti zöld-fehérben. Jó, tehát, hogy innen teljesen mindegy, hogy mire készül, zöld-fehérben van az én drága barátom. Én ezt ilyen barnának látom innen, de... Én szeretném azt látni, hogy zöld-fehérben van, valószínű nem. De nyilván nekem az Ati barátom olyan, mint hogyha a testvérem lenne. Én nem gondolnám, hogy valaki, aki egyébként egy szuper tehetséges valaki, csak azért akarna élőzenekaros nagy koncertet csinálni, hogy visszavágjon valakinek. Ez megint csak már hasonló cikk, mint amiről várjál, egyébként beszéltünk. Már ha van is miért arra, visszavágni, mert szerintem... Mert hogy nincs. Tehát, hogy szerintem ez megint csak egy jó címre sikeredett, nem véletlenül olvasták egyébként ennyien. Szimplán szerintem annyi az egész, hogy az Ati nagyon szeret a színpadon lenni. Akik a színpad előtt állnak, imádják az Atit. Az Ati már túl van a hackney korszakon, nagyon-nagyon ritka, amikor ugye ő ezeket csinálja, és létrehozta a saját formációját, amiről én már évekkel ezelőtt beszéltem vele. És én azt gondolom, hogy valahol minden egyes énekesnek, bár én nem vagyok az, de hogy valahol... Még szerintem nem is nagyon leszek, hogyha hallaná énekelni. Ó, ugyan hogy... édesem, ez nem számít. Ne! Ja. De hogy szerintem ez lehet mindenki számára egy olyan cél, hogy én kiállok a színpadon, és ott van mögöttem a zenekarom. Tehát szerintem ebben a szakmában ez egy olyan pont, amit mindenki szeretne elérni. Én már hallottam például részleteket a live-ból, és úristen. Figyelj, én onnantól kezdve, hogy megírta Lehetne újra februárt, onnantól kezdve tehát, hogy tényleg hát aztán az év dala is lett. Ja, persze, meg egy olyan csávó, hogy beültet. És nem hiszitek el, február van. Ja, tényleg. De nem, hanem hogy egy olyan csávó egyébként az Ati is, hogy beültetett szerintem egy buszba, egy darab papírral, egy tollal, és 10 perc múlva olyan dalszöveggel száll ki, hogy sírsz. Tehát, hogy egy tehetséges csávóról beszélgetünk. És túl van szerintetek a nehezén? Tehát most már kimondhatjuk azt, hogy túl van a függőségen? Szerintem 30 napot, szerintem egy függő ember, nem hogy 30 napot nem bír ki semmi nélkül arra, amire ő függő, otthoni környezetben sem, de az Ati ugyanezt megcsinálta egy dzsungelben. Uh-huh. Ja. Akkor úgy érzitek, hogy túl van a nehezén, és akkor... És mondom, akkor legyen mindkettő, menjenek, csinálják, két tehetséges paliról van szó, hát, koncert, megférnek egymás mellett. És szerintetek együtt lesznek még valaha? Vagy csak ilyen jubileumi? Egy jó feat. Aha. Milyen jó lenne. Én hiszem, hogy igen, de nyilván ezt nekik kell tudni, és valószínűleg az ő sajnálatos szétválásuk, Isten igazából igazát, ők maguk ketten tudják. És nagyon nehéz is ebben véleményt alkotni. Én az egyik oldalt hallottam, csak ugye természetesen, tehát, hogy nem hiszem, hogy ez a mi asztalunk erről beszélni. Ha ők majd valamikor erről akarnak, akkor biztos, hogy fognak. De az, hogy mind a ketten megtalálják a maguk saját útját, az szerintem nekünk hallgatóknak legalább annyira fontos, mint azoknak, akik ezt a produktumot gyártják. Szegény Járai Mátéra pedig rájár a rúd. Ez milyen nehéz. Járai Mátéra rájár a rúd. Ez nyelvtörő, mondd el még egyszer. Járai Mátéra rájár a rúd. Igen, de most nem jól kimondtad először, amikor nem volt rajta stressz. Igen. De Csukinak nem tetszett ez a cím egyébként, mert valami másik rúdra gondoltál, vagy most miért? Nem, csak hogy nyelvtörő. Mert úgy láttam rajtad, hogy járál. Ugye, hogy nyelvtörő? De ugyanez volt bennem is, hogy próbáltam én is összetenni. Rájár a rúd. És akkor még a nevetem is mondtuk. Jó, hát igen. Innen köszönjük, hogy így hívnak Máté téged. Annyi történt, hogy szegényt ugye kirúgták a reggeliből, és most a miniszter férelében sem tudott játszani, mert hogy beteg volt, és hogy azt mondja, még ez is. Tehát, hogy vannak jó, ilyen... Szerintem nem egy fajsúlyú a dolog, valószínűleg. Nem, csak hogy... tudod, hogy összejönnek a dolgok. Na, sokszor van sajnos, tehát, hogy színészként az ember megéli, hogyha tudsz, akkor 39 fokos lázzal is nyilván színpadra állsz, nyilván amikor meg teljesen elmegy a hangod, akkor max műsort csinálsz. Tehát, hogy akkor nyilván színpadra nem tudsz menni, de hogy nekem volt ilyen is, olyan is az életem.
életembe, de szerintem... Meg egy példát konkrétan. Nem, hát most én ültem ősszel úgy a Sztárbomba például, hogy konkrétan nem volt hangom, és előtte kaptam a szteroidot, meg az injekciót, hogy egyetlen az adásra legyen hangom, és akkor imádtam a kommentet, hogy, betegen otthon kérem maradni, tényleg, és akkor hát ez nem olyan munka, hogy akkor jó napot kívánok, ma nem megyek be, mert beteg vagyok, jó, megbeszéltük. Hát ez, erre nincs lehetősége, tehát mondom, előadást is toltam végig olyan betegen, 39 fokos lázasan, hogy nem volt beszédhangom, de énekelni tudtam, az pozícióban énekeltem. De a színházban még van helyettes is ráadásul, nem? De ott nem volt éppen. Tehát, hogy, és valószínűleg tehát a Mátének most nyilván mázlia is volt, hogy van, meg ha elmegy a hangod színpadon, nem tudsz bebeszélni egy 500 fős nézőteret, hogyha nincsen hangod, azt nem tudod megoldani. De szerintem inkább nyilván, ami nála erősebb, az a szakmai rész, hogy ugye távoznia kellett az RTL-től. És szerintem az meg tudja annyira viselni az embert, hogy le is betegedsz tőle. Tehát, hogy amikor azt érzed, hogy úgy kihúzzák alólad a talajt, akkor valószínűleg az tudsz annyira mélyre kerülni. Szerintem, hogy összeomlasz, és akkor betegség is jön. Nyilatkozatában kiindulva, hogy nagyon szerette a tévézést. Meg szereti a színházat, igen, is, szereti a tévézést, és meg egy tehetséges pali. Abszolút. Benned például van egy ilyen, Babett, hogy bármikor járhatsz te is így, hogy elvágják a tévés vonalat? Hát nézd, én annyi mindent megéltem már a karrierem során, tehát hogy én annyira végigjártam a ranglétrát, hogy én nagyon remélem, hogy biztos lábakon állok, de megtartottam bár mellette, bár most éppen jó, akkor felálljunk. Bármi előfordulhat, de nem így készülök, persze, de éltem már meg nagyon nehéz pillanatokat, tehát hogy pontosan tudom, hogy ő most jelen pillanatban mit érezhet, de szerintem mindnyájan éltünk már meg nagyon nehéz pillanatokat, amikor nem tudtad, hogy merre van az előre, meg hogy boldog voltál egy szituációban, és utána az mégsem folytatódott. Hát sajnos ilyen van ilyen. Igen, de általában akkor több másik ajtó kinyílik. Tehát ez általában mindenkinek így szokott lenni, szerintem. Ha elengeded, akkor. Uh-huh. De ez igazából közted meg a Máté között azért van hasonlóság, hogy mindketten színészek voltatok, és egy kicsit 30 pluszosan kerültetek a médiába, olyan szintű ismertségre tettetek szert, ami azért országos lett, míg mondjuk nálad azért van egy civil szakmád az ismertségen túl. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy amúgy te nem az ismertségedből élsz, Csuti. Mert mondjuk a Máté meg a Babett az én véleményem szerint abból, tehát színészkedtek, hát a színészet, igen. Igen. De hogy nálad egyébként ez másfajta ismertségetek van, nem? Nekem vannak vállalkozásaim, amire egyébként nem lehetne azt mondani, hogy nem tesz jót neki az ismertség. Jó, de ha egyik pillanatban elvágnák például mit? Mondjuk a reptéres műsorodat, tehát hogy téged ez nem érintene annyira meg, mint mondjuk a Mátét jelen esetben a reggel is műsorvezetésnek. Őt, hogyha az Insta profilja lenne törölve, az érintene. Az Insta profil az egyébként egyen jobban érintene, uh-huh, mint ha mondjuk nem lenne reptéres műsor, vagy mit tudom én, nem beszélnénk a folytatásról, uh-huh, mert népszerű, mert szeretik. De alapvetően én azt gondolom, ha mind a kettőt elvágják, és nincsen tévé, és nincsen közösségi média, akkor egyébként a marketing ügynökségemből és az egyéb vállalkozásaimból ugyanúgy tudnék élni. És egyébként biztos vagyok abban is saját magamat ismerve, hogy felszabadulna rengeteg időm ezekből adódóan, és biztos, hogy kitalálnék valamit, amivel egyébként pótolnám azt a kiesett űrt, amit mondjuk ez a két terület eddig adott nekem. Úgyhogy bajtra csak reagálva, igen, szerintem ilyenkor nagyon fontos, amikor ennyire összejön minden, és ennyire csapás hátán, akkor szerintem nagyon, nagyon könnyen el tudsz menni rossz irányba, de egyébként a picit befelé fordulsz, önrevíziót tartasz, kicsi belső hang, picit megnyugszol, és megpróbálod kontrollálni mondjuk a jövőbeni gondolataidat, cselekvéseidet, akkor szerintem legalább ugyanolyan könnyen el tudsz találni a helyes útra, és az is lehet, hogy megtalálod, hogy ez miért történt. Szerintem ő egy erős csávó egyébként, tehát hogy ő biztos, hogy megenged magának, én is ezt szoktam csinálni, egy-két ilyen olyan sajnálati napot, én egyébként úgy szoktam mondani, és akkor hogy megfogom a nagyjából a fejemnél fogva, vagy a hajamnál fogom, és kirántom magamat. És valószínűleg ő pont ugyanez. Nyilván a betegség, ha nincs komoly baja, csak... Mi a betegség, azt tudjuk? Nem volt részes. Hát szerintem a hangja mehet. Igen, torok fejes volt, igen. Tehát, hogy hát azért az... Szóval, hogy ha ezen túl van, akkor onnantól kezdve szerintem ő is meg fogja magát rázni, és én hiszem, hogy egyébként van útja neki. Tehát, hogy így... Persze. Mert mondom, hogy tényleg egy extrán tehetséges. Abszolút, igen, és színházban is, tehát, hogy aki még nem látta, én ajánlom is, hogy nézzék meg előadását, egy nagyon tehetséges paliról beszélgetünk. Csak Babett, közben az jutott eszembe, hogy azért nálad, ha valami szakmai probléma van, azért az, hogy van egy olyan házastárs az életedben, aki anyagilag is tud támogatni. Azért aki még megvan, tudod, hogy volt ez a kéne műsor előtt beszélgettünk, hogy pont erről nem is mondanak semmit, te meg gyártod itt előtt. Nem, azért nem. Csuti! Mert biztos, Csuti, hogy én Babettel vagyok. Várjál.
szóba fog nyilván kerülni, mert ugye nem tudjuk kikerülni az én Szabó Andrásomat, aki a férjem, és nem te vagy. És nem te Szabó András. És nem te Szabó András vagy. Vagy pont ezzel poénkodtunk, hogy egyébként András megvan, hogy megvan. Ugye itt van, ugye itt van. 17 év, és jól van, hát mondom, másfél órája jöttem, mert otthonról oké volt minden, tehát rendben vagyunk. Tehát, hogy 17 éve, de gondolom az nem hír egyébként, hogy, hogy rendben vagy. Egyébként meg igen, nagyon jó támaszom, tehát hogy ez nyilván, tehát ugye, hogy... Ez hogy szabadságot ad. Egyrésztről szabadságot ad, másrésztről meg, megengedhetem magamnak azt a fajta luxust, és az tényleg luxus, hogy, hogy azt a munkát vállaljam el, amit szeretnék. És, ez, és ezt láttam régen a színházban is, hogy, hogy azok a kollégák, akiknek a fix megélhetésük a színház volt, nyilván csomószor el kellett vállalni olyan munkát is, amihez, amit annyira nem szeretett volna egy arccal a pénztár felé, amikor így mondod és megcsinálod, én megengedhettem magamnak azt a luxust, hogy, hogy ne kelljen, és ez nagyon nagy szabadságot ad nyilván. Tehát de nem külön kasszán vagytok. Úgy vagyunk külön kasszán, hogy... Babett használja az övét is. Nem, nincs, nem. Pont erről volt is egyébként hír, hogy még az én számlámhoz van a gyerek is hozzáadva, tehát még a gyerek is az én pénzemből költ, de nem vagyok az a, tehát, hogy hála a jó égnek, jól keresek, köszönöm szépen, nem vagyok az a típusú nő, akinek, hogyha el kell mennie vásárolni, akkor pénzt kell kérnie, tehát, hogy nyilván, tehát, hogy megoldjuk szépen. Nem is tudom elképzelni rólad, hogy, hogy? Már egy kis pénzt vásárol, nem, tehát te nem az a személyiség vagy. Megold. Bezzeg a Viki. De várjál, hagyjad már Viki. Egyébként meg 16 éves korom óta dolgozom, középiskola mellett kezdtem. Szóval igazából mindig volt kis zseppénzem, mindig voltam, de most egy kicsivel több van, de hogy mindig megoldottam saját magamnak, és erre rohadt büszke voltam már középiskolás koromban Tuti? Is. Mert! Yeah! És most megmutassam én! Dolgozol! Haj, de jó vagy! Figyelj, van pár ilyen állás, majd szólok. Hú, de jó, azt mondjuk, jó tudni, hogyha minden beklap, akkor még elmehetek a csikolósnak, vagy a csikoló vezetőnek. Közönségrendező. Elnézést. Simic Sanyinak. Ha utálod, akkor bemelegítő ember. Ennyi. Tehát ugye ezek a szintek vannak. Bemelegítő embernek van egy furcsa áthalás, van. Ez a tapsikolós szakmenedzser, ez lehetőnyőben. Igen, a csonkáik, a Liptai Klaudiáik, akint voltak Michael Bublé koncerten. Láttam meg, a Tilla is kint volt. Kis súlyod, Tilla is kint igen. volt, láttam. És hogy a Csonka Bandi mindig csinált instasztorikat, és többször próbálta betegelni Simic Sanyit, aki ugye a legismertebb tapsolható, és először betegelte Simic Zoltán. Ki tudja, igen. Aha, írtam neki, hogy Bandi, ez nem sikerült. Nem ő igen. Az. Elrontottam, kettő nappal később Armand Simic. Nem hiszem el, komolyan mondod. És írtam neki, hogy nem jött be. De van komolyan. A Sanyinak is tovább, vagy valami nincs neki. Hát úgy nehéz. Lehetetlenre várakozott Csonka András. Igen. Szóval innen csokoltatjuk Csonka Bandit. Barátját próbáltat engelni, akinek igen. nincs olyan. És András Simőt. Istenem. Jó. Na. Beszéljünk Kozsóról, aki ismét visszatért, és a Szomorú Szamurájt újra forgatták, és hát csodálatosabb, mint valaha. Én meghallgattam. Nekem bejön, gyerekek. De tehát, hogy... Mondjad. Én nekem tetszik. A Kozsó? A Kozsó is, én a Burai Krisztiánt is egyébként preferálom. Én meg a Danis Elza miatt. Hát ugye a Danis Elza nálunk dolgozik egyébként a TV2-ben, amikor nem éppen a Hathaway-nek a háttérének, és turnézik a Hathaway mellett, tehát ő a Hathaway-nek az énekesnője. És amikor amikor Covid volt, meg stb. Ő TV2-ben dolgozik egyébként. Olyan hangja van a csajnak, és igazából Magyarországon, mint énekesnőt eddig, milyen érdekes, hogy kevesebben ismerték, mint mondjuk Európában, amikor turnézott a Hathaway, és én azt kívánom neki, és már mondtam neki többször, hogy végre tudják már meg itthon is, hogy ki vagy, és remélem, hogy ennek a számnak köszönhetően meg is fogják tudni. Helyes, egyetértek. Igen! Ez egy tapsolós műsor. Igen, úristen, te jóisten, nagyon kellemetlenek vagyunk. Kozsót egyébként... Csak te, tudod nem. Jó, de ezt eddig is tudtuk. Szeretlek! Most oda megyek, megölelni, én oda is megyek, nem tudok oda lenni, meg be vagyok. Várjál, én is be akarok. Várjál! Jön, meg hagyom ezt a legeset. Várjál, oda megyünk meg, kuszítok. Tőleg, hát így gyere. Ne, Csuti, ne! Na jó, úristen, ez tippin az eszem, hagyom hosszú percekig. Köszi. Én is nagyon szomorú vagyok. Ki erre teljesen? Ne bánkódjatok. Én nem köszönöm. Ki van gombolva? Ki van gombolva az összes gombod? Muti? András. Hát jó. Okay. De most már igen. Mi ez az illat?
Kedves szexi. Az Zsempol. Az én illatom most ragadt rá. Ja, mi és mi az az illat? Nem tudom. Várjál, drága. Most na. Nagyon rámutatott Csuti itt az blikcikre, hogy ezt kemény, azt mondtad, nem? Mi? Hát felolvasnám ezt egyébként. Parancsi. Ez egy nagyon aktuális hír, szerintem nagyon sokan olvasták. Ez ugye a pénteki címlapunk. Egyébként összejönnek a szálak, Csuti, csak így mondom. Jaj, nem, mert mi az? Hát, hogy mennyi megaláztatást kell még elviselni a Tápai Szabinának. Most GVM X-énél látták Kucsera Gábort. De most egyébként a Kucsera Gáborral egyrészt ti barátok vagytok? Igen. Másrészt meg ő most egy kicsit hasonló cipőbe fog kerülni, mint te, nem? Tudsz neki tanácsokat adni, hogy egy ilyen válást hogy lehet? Hát én ezzel nem jelenteném ki, hogy hasonló cipőbe fog kerülni. A hasonló cipőt azt úgy értem, hogy szétszedik a magánéletét. Tehát valószínűleg az vár a Gáborra is, ami amúgy rá, hogy mindenkit nagyon fog érdekelni, hogy akkor most ki hogyan lesz túl ezen a szakításon. A Gábor egyébként azért volt már mélypontja az életében. És abból is nagyon ügyesen ki tudott mászni, és... Amikor az élsport véget ért, arra gondol, azt gondolom. Uh-huh. Így van, ebből is biztosan ki fog tudni mászni. Nyilván el kell telni azért ilyenkor egy kicsi időnek, mire az ember... Most megint csak ismételni tudom, mert magam picit befele fordul, pici önrevízió, picit átgondolom, hova tovább, mi az, amit esetleg elrontottam, mi az, amit nem, mit hozok magammal a jelenbe, hogyan építem a jövőmet, mert ő egy tehetséges pali, sok mindenhez ért, amihez nem, azt meg tudja tanulni. Hát ő kis tudással egyik napról a másikra lett olyan, egyik napról a másikra tudott kétkezi munkával olyan faipari termékeket előállítani, hogy gyerekek azok megszólalnak. Tehát ő kigondolta volna 8-10 évvel ezelőtt, hogy a Gábor ilyen bútorokat tud majd készíteni, vagy lesz például ilyen vállalkozása. Hogy van most a Kucsi? Amennyit el lehet szerinted mondani erről, hogy túl van ezen a dolgon, fel tudja dolgozni az eseményeket? Hát egy úton van. Túl, ez de, most kezdődött. Hát ez, igen, hát ez hát akkor biztos, a ráháruló média figyelmet, ez most azért rosszul viseli szerintem, vagy nem? Hát figyelj, szerintem ki az, aki jól viselni azt, amikor ennyire... Kicsit őszinte leszek, mindig a nőket szoktuk ebben az esetben amúgy szerintem kicsit jobban sajnálni. Amikor történik egy válás, mindenki azt hiszi a férfiakról, hogy nagyon erősek. Én, amikor például megtudtam a nálad, és én nálad is azt gondoltam, hogy a Csuti az egy kemény csávó, hogy nem viseli meg. Egyébként szerintem a Kucsera Gabiról is ez jön le, hogy ő egy nagyon kemény csávó, nem is viselheti meg ez az egész. De azért ezt egy kicsit elmondhatnád, hogy azért a férfiakat is azért ez megviseli, vagy nem? Nem így van? Hát én erről azért elég tartalmat írtam, hogy hol vagyok, meg milyen volt az én saját magam útkeresésem. Tehát nyilván akkor, amikor az embernek érzései vannak, akkor nyilván sokan nehezebben viseli. De a Gábor egyébként nagyon sokan nem tudják, hogy a Gábornál szenzitívebb, bújósabb, mackósabb csávó kevés van. Uh-huh. Csak ki kell belőle hozni. Szerintem egyébként meg sokkal érzékenyebben vagytok tipasik, mint igen, amit mutattok nyilván. Igen. Tehát, hogy mi gondoljuk csak azt, hogy ő nem gondol rád, ő nem akar írni, de hogy nem gondolni meg. De hogy mondd, hogy írni akarsz! Ah, igen, persze, reggeltől estig. Mondd, hogy múlt hónapban ott voltam a házadba. Ott voltál. Lesz belőle műsor, kamerák igen. is voltak. Ettetek, főztetek, ilyesmi? Ezt is, majdnem zenét is hallgattam. Hallom, a Babett tanítottam meg, azóta beszereztem, amiket mondta, hogy mi nincs otthon. Ennyi. Átnéztem a konyháját, megnéztem, hogy mi hiányzik, mondom, hogy így nem lehet élni. Igen. Nem tudok egy jót, mondom, hol van a szűrő, hol van a izé, mondom, de szűrő. Hát minden. Az mi? Ne haragudj. Nem áruljuk el, de mire kellett a szűrő, nem fedjük fel a titkunkat. Egy összeszűrtettek? Úr, ez nem. Úr, és nem jó. Elnézést. Nem tudom, hogy ti összeszűrtétek a levet, de hogy Vasvári Vivien megint bombázó. Mindig az. Mindig. Gyerekek, imádom, bocs, tehát nem tudom, melyik kollégám írta ezt a cikket. Erre nem haragudhatsz. Mondom, idézem. Vasvári Vivien ismét megmutatta tökéletes testét, 2. Fürdőruhája alig bír el melleivel. Ja, azt hittem, azt a képet rakjuk legalább. Nem, az egy 24 órás Insta sztori volt, ja. És azt mi jogilag nem mutathatjuk meg. Azért az nem most dög, meg nem újra dög, hanem hosszú évek óta szerintem nagyon az. Te is kommentáltad alá egyébként. Én mindig, van a címben, mindig. Dög, ugye? Dög vagy, de bemeljük, gyönyörű. Hát gyönyörű a nő, hát az női szemmel is azt mondott, hogy ilyen nem létezik. Hát olyan, mint egy ilyen élő Barbie baba, hát hogy? De ti jóba vagytok, barátok? Persze. Tök jó, szerintem ezt kevesen tudják. Igen.
Igen, igen, igen. Hát a csajok közül azért pára maradtunk így jobban. Annyi is jobban van vele, együtt farmoztak. Is. Ivonnal járunk így össze, ugye, polgártündékkel, őket is nagyon szeretem, akkor ugye a Vivi maradt még meg a csoportból. Tehát akkor olyan ismerős ez a csapat, mert honnan is, ne arra gondoljatok. Jó, hát beszéltünk róla, de egy nevet nem mondtál, csak a Csőzbogit ő vele akkor. Hát mi vele nem járunk össze, de várjál, tehát hogy a műsor előtt sem jártam össze, közben sem, meg utána sem. Egyszerűen úgy nem passzol az aurátok? Vagy... Nem tudom, szerintem van olyan ember, aki nem tudsz mindenkivel jóba lenni. Meg tehát, nem hogy is én... kell. Meg nem is kell szerintem. De figyelj, ha találkozunk, tehát le tudunk ülni, meg beszélgetni, és hogy nem érzek kényszert, egyébként meg úgy tűnik ő se, hogy felhívjon telefonon. De mondjuk volt olyan esemény, nyilván, akkor megkérdeztem, hogy vagy, Mizu, de hát ez ilyen általános. Hát azért nem, az barátnak azért úgy nem mondom. Azért amíg a Vivit, meg a Tündit, Ivont, meg igen. Azért nektek ez a luxus feleségek műsor, ez hatalmasat dobott az életekben, igen, meg a karrieretekben. Hálásan gondolsz rá? Vagy voltak benned kétségek, amikor ezt elvállaltad? Persze, hogy volt, csak kétség volt bennem, hogy ezt lehet-e, meddig lehet elmenni. Picit naív is voltam ezzel az egésszel kapcsolatban. Nem tudtuk, hogy ekkora cunamit fog majd elindítani ez az egész, de hát figyelj, én kimerem mondani, hogy az, hogy most én itt ülök, azt nyilván, meg a TV2-be, azt nyilván ennek a műsornak köszönhetem, és sosem fogom letagadni. Oda is ülhettem volna, de ez jobban tetszett ez a hely. Szóval, hogy én ezt ennek köszönhetem, és hogy sosem fogom, nem szeretem, amikor az emberek megtagadják az életüknek. Nyilván hozott jót is, hozott rosszat is, de hogy sosem fogom megtagadni, mert tényleg nagyon sokat köszönhetek neki. Én azt gondolom egyébként, hogy minden szereplő, aki szerepelt a luxus feleségben, megtalálta az útját, és most már mondhatjuk, hogy le is vetköztétek ezt a luxus feleség elő. Jelzőt, vagy egy ilyen kis... Én már nagyon örülök, hogy tavaly óta úgy vagyok, hogy Köllőbabett műsorvezető. Igen. És ez már nagyon jó. De ez nagyon benne egyébként. De azt hiszem, hogy csak magadnak köszönheted, tehát hogy már ez lett a titulusod, és egyébként ugye mi is beszélgettünk erről sokszor, hogy neked ugye a luxus feleségnek köszönhető az is, hogy egyébként tudják ma már az emberek, hogy előtte te már nem tudom én egy évtizedig szerepeltél színházban. 16 éves koromtól. Nagyon 25 év. És ugye megint csak visszavezetnék egy picit a társadalomhoz. Tehát, hogy egyébként gőzük nincs az embereknek arról, hogy a Köllőbabett akkor már majdnem 20 éve színházban szerepelt, de ahogy egyébként egy tévéműsorban szerepel, picit polgárpukkasztó témákat boncolgatva abban, hirtelen meg mindenki megismeri. Tehát akkor lehessen mégis csak azzal van a probléma, hogy miket nézünk. Igen. Mire van igény? Hirtelen semmi sé teszik egyébként az elmúlt 20-25 évet is, és hogy akkor hirtelen már nem voltam színész, akkor ez a, mert nem ismerem, az nem az én szegénységi bizonyítvány, hogy te nem, tehát hogy nem jársz színházba, de ugyanez, hogy mindig kérdezték, hogy eddig nem voltál, és mondom, várjál, csomó nevet tudok a vidéki színházakba is, de tegyük csak a Csiszár Pistit, aki a tavaly előtti nyertese volt a Sztárban sztár leszeknek, aki nem járt a Győri Nemzeti Színházba, vagy most már játszik a Madásba, és ő nem tudta, hogy a Csiszi Pisti mit tud, és egy ilyen, és én mindig elmondom, hogy több száz Csiszár Pistát ismerek még, tehetségesebbnél tehetségesebb embereket, akik nem szerepelnek a tévében, és így sajnos nem jut el a nézőkig, mert hogy ugye színházba meg nem járunk. Ezért, hogy vannak a tehetségkutatók. Én változatlanul azt mondom, hogy igen. Igen. Viszont van egy rossz hírem. Na, lejárt az idő, vagy mi? Nem. Na, csak azért, hogy... ja. Azt hiszem, hogy én még akarok beszélni. Nem, tudom még. Csak hogy az a rossz hírünk, hogy nem vagytok rajta. Min? Nem vagytok rajta az ország legbefolyásosabb influencerek között. Mondjuk az engem nem zavar. Nem zavar? Nem, félreértés ne esik. Elmondom akkor, engem azért nem zavar, mert nekem kvázi a munkámnak a velejárója, a kötelező része az, hogy social média felületeket üzemeltessek. De én mielőtt elindult a feleségek, nekem nem volt hivatalos Facebook oldalam, az Instagramot épp hogy csak elkezdtem, és akkor rávezettek arra, hogy de ezt tudatosan kell építeni. Tehát nekem van egy munkám, aminek a hozadéka az, hogy kell legyen social media, de valakinek az a munkája, hogy a... The VR. Nézitek, The VR-t. Nekem annyi van meg a csávóban, hogy folyton hamburger teszik, és mindig rohadtul éhes leszek, amikor meglátom a hamburgereit, mert rohadt jól néz neki. Nem ezek a VR-ra, nem akik ezek a rohadt nagy dobozokat. Két srác. Nagyon jó karaktere van a szakállas fiú. Igen, szerintem nagyon jó, hogy bontja, nagyon jó reagál rá, nagyon jó az a... Nézen őket? Te nem nézen őket, de ha látom, akkor megtekintem. Főleg akik fönt vannak a listán, elsősorban a TikTokot használják. Egyébként a TikTokot használjátok? YouTube.
YouTube meg TikTok, de a TikTok azért nagyon sokat dob a követőkön, mert pillanatok alatt gyakorlatilag beregisztrálsz ma, és holnap lehet, hogy már 1 millióan is. Gratulálok, Viki. Én amúgy megcsináltam 24 ezeren. Nagyon durva. De egyébként ez ki dönti el, hogy így ki mennyire értékes? Ezt a Forbes. De mi alapján? Mert néztem például olyat, akinek kevesebb a TikTokon a követő száma, mint mondjuk az én TikTok oldalamon nekem. Kitaláltak egy mérőszámot. Megnézték a követőket, a követő, követői aktivitások, like, komment arány, ebből kijött egy mutatószám, és aztán azt szorozták, osztották. Okay. Én ismerek valakit, aki a zsűriben volt. Én meg ismerek valakit, akinek a PR ügynöksége bekerült a top 5-be. Szerintem ugyanaz. Én még akarom. De azért tegyük hozzá gyorsan, a listára majdnem felkerültek olyanok is, akiknek amu követői vannak. Tényleg? Nagyon sokaknak lehet van. Csak egyet nevez meg, mert nem tudom a nevét, mert nem került fel. Jaj. De kinek vannak kamu követői? Úristen, Jézus, te jó ég! Egyébként mérthető, mert most már amúgy, aki kamu követő, akinek rengeteg a kamu követője, rájött arra, hogy muszáj lájkokat venni. Tehát nagyon sok, tehát amilyen reklámposztok, nagyon sok extra lájk van, viszont komment nincsen több. Tehát abból azért le tudod mérni nagyjából szerintem, hogy komment viszont, mondjuk egy, nem tudom, több százezres követőbázisnál rengeteg kommentnek az nincs, mert van már program is, képzeljétek el, mert azt nem tud. Tehát lájkot tudsz venni, követőt tudsz venni, kommentet az, nem tudsz venni. Nem. Hát vagy egész délután írogatod. Ja, a saját profilodról. Nagy erőkkel. De szép vagyok. Kis lángocska. Szerintem ez is egyébként időkérdése. Ki fog bukni. Időkérdése is. Ez is de szerintem ez jó is, amikor van egy ilyen természetes önmegújító, tisztító folyamat a különböző platformokon. Szerintem az jó és szükségszerű, mert tényleg nagyon durva, mennyi áll profil van. Tehát ha csak belegondolok, hogy én mennyit tiltok le az ilyen fake bejövő üzenetekből, meg a nem létező profilokból, meg a kép nélküli profilokból, meg a tartalmat közé nem tevő profilokból. Hát úristen, ez globális világszint, tehát ami egy pici kis Magyarországon élünk pár százezer követővel, Amerikában a több milliós követőtáborra rendelkezőknél hány ilyen profil jöhet, aki próbál ott valamit csinálni? Sok. A Facebook, meg a social, hogy lesz most fizetős az, mert tudom, hogy valami fizetős lesz, az nektek megvan, hogy a Facebook meg ilyesmi, hogy lesz fizetős? Szerintem történt, hogy most eddig a mobil szolgáltatóknál tudtál úgy Facebookozni, hogy az nem került adatforgalomba. Ó, értem, és most már most adatforgalom. Csak annyi, hogy adatforgalom alapul. Jó, mert én például kitaláltam azt, már a kommentelőkkel kapcsolatban. Tudod, hogy ilyen rengeteg ilyen cunami szokott lenni, ilyen különböző cikkek, meg az mondjuk hivatalos oldal, stb. Akiket nem ismersz. Én kitaláltam, és ezt így átadnám nekik ezt az ötletemet, hogy hogyan lehetne ezt szűrni. Tessenek figyelni, különböző betegben. Szerintem a Facebook, igen, hogy azt kéne, hogy aki neked barátod vagy ismerősöd hivatalosan, tehát visszajelöltétek egymást, ő ingyenesen kommentelhet, hozzászólhat az oldalathoz, viszont aki vadidegen, az legyen mondjuk fizetős a komment. Legyen mondjuk jó ötlet. Jó, én fölírom. Nagyon jó, nincs. Telefonomat ez a 21. század szépen. Érted, hogy a saját barátoddal komment, az lehetséges, de vadidegen oldalára mondjuk 100 forint egy komment. Szerinted milyen gyorsan kopnának ki ezek? Hát, vagy milliárdos lenne a Reddit feltalálója. Vagy a gyűlölködő kommentek 200 forint. Gyűlölködhetek, csak az 200. De egy idő után nem, érted? Persze. Na mit szólsz? Szerintem ne adjunk ennek teret, hogy pénzért lehetsz nagyobb gyökér. De akkor a kisebb gyökerek eltűnnek. Gondolj el. Ott mi gyorsan kiderülne. Nem így, hogy gyökér vagy, gazdag is. De ez mekkora ötlet? Mikor repülne rá a nap szerinted? Aha, 50 most. Komment per hó. Nem veszem meg ezt a dobos cigit. Kommentelek, tudod? Inkább kommentelek. Inkább odaírok, ha ott hát eljutottunk az utolsó hírhez. Komolyan? Igen. Ne aggódj, utána még játszunk egyet, úgyhogy ne aggódj. Lesz még lehetőség. Nem megyek el sehova. Ne csapkod a Glamour Bukazint, légy szíves. Jó, az kedves. Melyik magazin, bocsánat? Glamour Bukazint. Kedves nektek? Kedves. Igen? Igen, igen, szeretjük. Az a tiétek egyébként, majd olvassátok el, és az Autobildet is. Mm. Nagyon szépen köszönjük. Egészségetekre. Az utolsó... Cserélünk az autósat, megkapom. Köszönöm szépen. Méltán híres, nézd meg. Megy a csuti. Oké. Ugye az utolsó hírünk, a csutiról szóló hírt már ugye elemeztük, hogy mentek majd Dominikára, és várunk majd titeket. Te túl vagy rajta. Én jövök, figyelj. És akkor a Bamerszer kapcsolatos hír jön. Remélem az. Mi? Mit akarsz? Mondd! Forra levegőre... Azt tudtam!
forra levegő Istenem. Pápai Jaci és Köllő Babett között mindketten szexinek tartják a másikat. Na, egyébként cuki a Jócika, nem? Most cuki de vagy szexi? Figyelj, nem tudom. Beszélj a műsorra egy kicsit, hogy érezted ne, magad? Nem akarok, mert figyelj, kijött ez a cikk, hogy, de ezt napokkal később láttam én, és utána mutattam is otthon Andrásnak, hogy figyelj, nézd már, meg Ford köztem meg a Jócika a levegővel, mondom, né, mit szólsz bájos hozzá? Bájos arab külsejű, arab herceg várjál, külsejű. Azt is hozzátettem, hogy úgy nézett ki, mint az első pasim, csendben megnézem, hogy köze nem volt hozzám, az szőke volt. Tehát, hogy, így az első, mondtam, hogy úgy nézett, mint az első szerelmem, és tudod, és de semmiért nyilván teljesen másképp nézett ki. De ez már nem hír, csak szólok, mert azóta összehoztak a fodrászommal. Kiraktam, a bújós képek miatt. Kiraktam egy képet a fodrászommal, és azóta, tehát az, hogy forrt a levegő, most már ez már mindegy a kommentelőknek, azóta állítólag a fodrászommal. De a kommentelők azt hiszik, hogy tényleg? Én nem, figyelj, én ezen hát az a kommentelő, aki elhisz, hogy a Kutcsera Gábor a Melánintól jön ki, az elhihetnél, hogy a Babett összejött a Pápa Jocival. Mert hogy ezt mondtam neked, tehát hogy gondoljatok bele, tehát, hogy, és ezt mondtam, nem kell agysebésznek lenni. Józan paraszti logikával végig gondolod. Valakinek van egy szeretője. Az a valaki rendelkezik egy több százezres követő bázisú social media felülete, biztos, hogy oda fogja kitenni a képet, nem? Nyilván. Tehát, mit csinálok? Oda posztolok, ér? Tehát, hogy nyilván. És egyébként... jó volt fel az éjszaka? Krisztiánnal, nem? Szegény már hírbe hozták a Vajna Timitől elkezdve. Mindenki, aki hozzájár, amikor, tehát ez csomó influencerrel már, ő már megkapott mindenkit. Jó, azért a fodrászok veszélyeseket, Froner Fecu ezt tényleg megteszi. Nem tudom, azt nem tudom, hozzá nem járok. Hozzá nem járok, bár aki ezt a képet megnézi, és igazából nem látja azt, hogy miről szól a kép, annak meg azt mondom, hogy adjuk a francba az egészet, de tényleg. Úgyhogy igen, biztos forrt a levegő köztem, és Pápai Jóci köztem. Ezt meg tudom erősíteni egyébként. Úgyhogy mondom, ez már azóta nem hír, mert összeítem a fodrászommal. Meg igazából pont azon gondolkodom. Szépen dobálgatod egyébként a pasikat, ugye? Igen, tehát hogy így hétről. Mert ugye erről beszélgettünk, hogy 17 éve vagyunk együtt Andrással, az nem hír, tudod? Tehát, hogy de nem is nagyon posztolsz Andrással közös csókolózós képet. De ő nem akkor, tehát hogy tök meglepő, biztos ez is meglepő az embereknek, hogy van olyan, aki nem szeretne szerepelni a közösségi tehát felületeken. Én nem azért nem posztolok vele közös képet, mert nekem gondom van a férjemmel, vagy... Ugye a rossz csont, akkor nem. Bocs, András, nem. Bocsi, ez az hát, én sőt, oldalam. Sőt. Hanem, hogy mi 17 éve megvagyunk, elvagyunk, neki az üzleti életét nem segíti, hogyha különböző felületeken van, hogyha műsorokba szerepelne, nyilván hívtak minket számtalan szó. Nem is vállalnátok ilyen páros hogy, a kérdésig nem jutnék el, de hogy is nem, hát neki nem jó az üzleti életben. Tehát, hogy valakinek nyilván ez hozzátesz, valakinek ez a profil, neki egyáltalán nem. Tehát az, hogy nekünk nincs közös képünk az oldalunk, az ő döntése. És én meg ezt tiszteletben tartom. Tehát én azt gondolom, hogy egy családban egy bohóc elég. Tehát, hogy ez nyilván én nyertem meg ezt a címünk. Dolgot. Köszönöm szépen. És hogy én néha a gyereket szoktam, de tőle megkérdezem. Tehát ha műsorba hívnak, akkor Milla 13 éves lesz áprilisban, ő el tudja dönteni, hogy azt szeretné-e, vagy nem szeretné, átbeszéljük. Szeretné? Egyébként? Van, amit igen. Tehát amikor voltunk a Vigyázat gyerekkel vagyokban, akkor mondtam, hogy meg fogom kérdezni a gyereket, hogy szeretné-e vállalni. Az a műsor volt, ami mondta, hogy anya, az egyik kedvenc műsor, mert azt csináljuk, menjünk. Tehát azt például akarta, de csomó mindenre mondja azt, hogy ő köszöni szépen nem. És ezt nyilván tiszteletben is de Fradi Mása meg simán jöttek együtt. Igen, András kint, igen, persze. Igen, igen. Persze, figyelj, mi rendezvényekre, én a férjem, tehát nem az, hogy ő nincsen sehol. Felábó feleséggel. Most is ott ül a menedzsered mellett. Bent van az irodában, tehát nyilván nem. Sőt, egy-egy adásra is eljönnek, sztárban adásra is, de ott sem az, hogy 0-24-ben rajta vannak a nyakamon. Tudják egyébként, hogyha dolgozom, úgyse tudok velük foglalkozni. Tehát vannak, de meg én se zavarom őt munka közben. Mondom, ezek az ő döntései, és egyébként köszönjük szépen, tök jól megvagyunk, van ilyen is, de ezt úgyse fogjátok megírni, hogy hagyjuk. ez nem téma. Megírjuk, de csak nem olvassák. De a Pápai Jóci, meg a fodrászom, az ilyen, vágjunk bele. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a megkérdést. Nem engedünk el, de csak azt nem most mutatjuk meg a mi nézőinknek, hanem szerdán. Mit de azt szerdán veszük föl, vagy most azért maradhatok. Itt ülünk egy négy napon. Persze, itt berendeztek nekünk hátulek. Ha már akkor közös konyháról beszélünk, berendeztek egyet nekünk. Drága nézők, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, a Facebookunkra, olvassatok minket. Blik.hu, Blik. Itt van a Blik. Viki, tartsd fel, itt szíves. Instátok nincs. Insta is TikTok. Kaparjuk már le, hát ha nyertünk. Valakinél van egy kis apró? Az sincs szállam, ne viccelj. Na, majd a szünetben, majd a játékra lekaparjuk. Jó, lekaparjuk a játékra. Szóval tartsatok velünk, szerdán találkozunk a címlapszori extrával. Sziasztok! Nem nyertünk! Sziasztok. Nem nyertünk! Sziasztok! És tessék elolvasni a cikkeket is, ne csak a főcímet!